Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, október 19-én. A hold. A mai napon az Anuradha holdházban található. Az indiai asztrológusok azt közlik ennél a holdháznál szerencsét hoz, és ez így hat a mai napra. E felett, a holdház felett Rudra uralkodik. Az indiai mitológiában ez azt jelenti, hogy nálunk mindig vannak korlátozások, és vagy a félelmeink miatt, vagy mások korlátoznak bennünket. És Rudra azt közli velünk, hogy vegyük ezt észre, de tegyük át magunkat ezen, a félelmeinken, és ha mások korlátoznak bennünket, akkor legyen ahhoz bátorságunk, hogy megvédjük magunkat, vagy nemet mondjunk. És ha ez sikerül, akkor indul egy új kezdet, ami számunkra előnyösebb, mint a múlt. Vénusz bolygó és Jupiter bolygó között van egy úgynevezett trigón kapcsolat. Ez is szerencsét hoz számunkra hölgyekre, vagy a párkapcsolat területén vért azon kívül Jupiter bolygó, a szerencse bolygója. Mars és Jupiter bolygók között nem olyan szerencsés, ez kihat a férfiakra, ott korlátozások vannak, a férfiak bizonytalanok, problémáik vannak, és meg kell, hogy ezt oldják. Jupiter bolygó hatása alatt mutatja az igazságtalanságukat, vagy egy bírósági ügyet. Azon kívül, ami a szerelmi élet területén kihat a férfiakra, itt ez a mai horoszkóp bizonytalanságokra utal. Ezt nem mi, hölgyek, éljük át, hanem a férfiak. És mit kell tennünk ebben a helyzetben? Várni, amíg ők rendezik a dolgokat, amíg ők jelentkeznek. A másik, ami egy ilyen húzavona, az a változásokra utal, meg arra is, mit közöljünk másokkal, hogyan intézkedjünk, ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés is. Itt valamit ki kell, hogy egyensúlyozzunk, vagy elgondolkozni, mi jó számunkra, vagy hol vannak hátrányok. Ezt kivált egy visszatekintő Merkur bolygó, opozíciónban az Uránusz bolygóval. Ez olyan, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat. Itt változásokról van szó, vagy kapunk egy hírt, és ez vált ki változásokat az életünkben. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, október 19-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!